Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. október 5-én este 7:30-kor. 11 medence, szaunavilág és csúszdák bemutatták az új uszoda terveit. Már az U8-as korosztály is szerepel a tehetségprogramban, Bajai edzővel dolgoznak a méhecskés focisták. Családi nap a Csokonai óvodában, régi hagyományok is életre keltek. A tervező cég képviseletében a minap bemutatásra került az új kalocsai uszoda terve. Az újjáépített fürdőben várhatóan 11 medence, wellness részleg, csúszdák, sportmedence és egy különleges, az út alatt átvezető bejárat is helyet kap majd. A Városháza dísztermében került bemutatásra az új kalocsai uszoda nemrégiben elkészült terve. A feladat elvégzésében megbízott Keszthelyi cég képviseletében Kurusz Szabolcs mutatta be az épületet, mely vállalat munkái közt a zalakarosi mentál gyógyfürdő és a Hévízi DM gyógyfürdő is szerepel. Az újjáépített kalocsai uszoda különleges formát kapna, zöldtetővel a jelenlegi útszinten egy vonalba emelnék. Az építészeti alapelv az volt, hogy hasítsunk ki egy darabot ebből a területből, emeljük föl, és tegyük be alá azokat a funkciókat, amiket az előbb említetted, előbb mutatott két táblázat összefoglal. Tehát ez egy olyan lapos tetős épület, ami földdel fedett, zölddel fedett, és gyakorlatilag az ökológiai lábnyomát is igyekszik a minimálisra csökkenteni. A különleges alakzat egyedi bejáratot is kapna, így egy hatalmas paprika alakú szobron keresztül lehetne megközelíteni a fürdőt. A parkolókat a mostani épülettel szembeni, jelenleg kihasználatlan területre helyeznék. Mivel a két helyszín közt egy forgalmas út található, így a 200 helyesre tervezett parkolóból föld alatti átjáró vezetne a fürdőkomplexumba. Itt rámpával az út alatt átközlekedve lehetne megközelíteni azt az előcsarnokot, ami ez alatt a függőleges, ez alatt a megérkezési pont alatt van a jelenlegi terepszinten, tehát ehhez képest 5 méter mélyen. Itt természetesen lépcsőt és liftet, biztonsági liftet kell gondolni. Az épületen különleges légudvarokat is elhelyeznének, ahol a medencéből kilépve zöld részen pihenhetnének a látogatók. Ezen kívül 11 medence, köztük egy félig beltéri, félig szabadtéri élménymedence, termálvizes gyógymedencék, tanmedence és egy fina úszó és vízilabda medence is helyet kapna. Terveztünk egy olyan 50x25 méteres medencét, ami nagypályás úszásokra is lehetőséget biztosít. A 25 méteres szélessége okán a keresztbe úszva a kispályás versenyekre, illetve edzésekre is lehetőséget nyújt. A medencét meg is lehet osztani, tehát a sportolók és az egyéb vendégek, a szabadidőben úszni kívánó vendégek egymástól szeparálhatók. És ez a medence hossz, ez természetesen, mivel több, mint a vízilabda medencét, medence minimális mérete, ami 30 méter, ezért a vízilabdázásra is alkalmas. Ezen kívül két csúszda is elhelyezésre kerülne majd az udvaron, illetve szauna világ is lesz. A tervezés során fontos szempont volt a védelem alatt álló eredeti épület megtartása, így a mostani főbejáratként funkcionáló rész a jövőben gyermekfoglalkozó lenne. A fürdőhöz egy szállodát is terveznek létesíteni, melyet ezen projekten kívül kiviteleznének. A 100 szobával, minimum 4 csillaggal rendelkező hotel közvetlen zárt összekötetéssel rendelkezne a fürdőkomplexummal, mely folyosó már szerepel a terveken. A Csokonai utcai óvodában régi hagyomány már az őszi játszóház. Ilyenkor az óvodások és a szülők kötetlenül tölthetik el közösen a délutánt. Az idei évben éppen tegnap került sor a családi napra, ahol a gyerekek nyomdáztak, kukoricát fűztek, fejdíszt készítettek, és még rengeteg kreatív szórakoztató dolgot próbálhattak ki. Hol vagy? Kiskondásom, gyere elő! Hol lehet ez a gyerek? Itt nem vagyok, édesanyám! Jaj, de régen kerestlek már, kisfia. Nagy újságot mondok. Na. Képzeld! Mi történt? A király férhez adja a lányát. De nem ám akárkihez. Annak adja, aki el tud bújni előle. Minden kérő 3 próbát tehet. Hú, édesanyám, ezt a próbát én is szívesen kiállnám.
A kiskondás meséjét adták elő az óvónők a Csokonai utcai óvodában, ezzel megkezdve az őszi családi napot. Már nagyon régóta tartjuk ezt az őszi játszóházat. Régebben is nagyon fontosnak tartottuk, meg természetesen most is, hogy minél jobban nyitott kapu előtt álljunk a szülőknek, hogy betekintést nyerjenek. Mi mindennel foglalkozunk itt a gyerekekkel az óvodában. És bár régi hagyománynak örvend az óviban, ez a kedves apropó így a nyár után, mégsem fogynak ki az ötletekből sosem, most is rengeteg kreatív dolgot készíthettek a kicsik. Minden csoportban barkácsolással, őszi barkácsolással fognak foglalkozni. Most az összeset nem fogom felsorolni, csak néhányat a ízelítő kedvéért. Az egyik csoportban kukorica projekt lesz, nyomdáznak, fűznek kukoricát, az egyikben sünikéket fognak készíteni őszi termésekből. Lesz olyan csoport, ahol alma fejdíszt, kis állarcot fognak a gyerekek készíthetnek a gyerekek. Lesz olyan csoport, ahol a kalocsai népviselettel is ismerkedhetnek. Hiszen az óvodában nagyon fontosnak tartják a kalocsai néphagyományok ápolását, és a gyerekek életébe is igyekeznek becsempészni ezeket a dolgokat. Ennek a mai délutánnak leginkább az az egyik fontos része, hogy nem csak a gyerekek készíthetnek, hanem a szülőkkel együtt. Én tudom, hogy nagyon sok szülőnek nagyon fontos az, hogy otthon is barkácsoljanak, készítsenek együtt dolgokat. Mi csak szeretnénk ezt a kedvüket tovább fokozni, illetve esetleg ötletet adni, mert mi is nagyon sok segítséget kapunk a szülőktől. Én úgy gondolom, hogy ezt a segítséget ilyen formában is viszonozhatjuk. Rengeteg élménnyel tért haza kínai utazásukból Tamás László és felesége. A 8 napos kirándulás egy már régi vágyuk volt, melyet most letörölhetnek a bakancslistáról. Több mint 50 éve ragadta magával Tamás Lászlót a kínai kultúra és minden, ami azzal kapcsolatos. Később felesége is szóba hozta, így Kína a bakancslistájukra került. A nyáron valóra vált az álom, erről számolt be tévénknek a könyvtárigazgató. Volt egy alapprogram, nyilvánvaló, és volt fakultatív. Mi mindenre befizettünk, mindenre igen mondtunk, ha már egyszer megteszünk egy ilyen távolságot, akkor minél több élménnyel térjünk haza. Ez azt jelenti, hogy reggel 8-tól estig folyamatosan folyt a csoporttal való együttlét, folyamatosan kaptuk az információt, remek volt a magyar idegenvezető is, meg az ottani is. Tamás László beszámolt azokról a helyekről is, melyeket bejárt feleségével, és jobban kiemelné, hiszen ha mindenről szó esne, nem lenne vége a listának. Ami leginkább megmaradt bennünk, az nyilvánvaló a megérkezés utáni pillanatok, a madárfészek és környéke, tehát az olimpia színhelye. És az ember ott érezte, hogy valóban nagyon nagy alkotás, amit ők létrehoztak. Természetesen kiemelt a sorban a másik látványosság, a mennyei béketere, a tiltott város, a császári világnak a megtekintése. De ebbe a sorba tehetjük a Ming sírokat. És attól függetlenül, hogy a könyvtárigazgató nem híve a nagy fényárnak, mégis megkapó volt számára a sánkhái éjszakai hajókázás is, mely elmondása szerint olyan díszes látványt nyújtott, mintha csak karácsony lett volna. Szóba jöttek a buddhista templomok, illetve a kultúra, melyről rengeteget tudott mesélni, és nem volt utolsó a sorban a kínai gyógyászat sem. Az egyik programpont, a hagyományos kínai orvoslás címszólt, egy klinikán részt vettünk, és a kínai orvos nagyon gyorsan elmondta, hogy mi is az én problémám, mi is az én bajom, tehát néhány perc alatt, amit egyébként tudtunk, de nem volt laborelmi, nem volt semmi, néhány olyan pontot érintve, abból mindent kiolvasott. Ezekről és még rengeteg más történetről az október 11-i Mindennapjaink című magazinban számol be Tamás László könyvtárigazgató.
Évente két alkalommal kérhető a Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft-től a háztartásban keletkező lomok elszállítása. Előre egyeztetett időpontban viszik el a cég munkatársai a feleslegesnek ítélt eszközöket. Mindezt teljesen ingyen. Hosszú éveken keresztül az adott településeken előre meghatározott napokon szállították el, évente akár több alkalommal is azokat a holmikat, amikre már nem volt szükség, vagy javíthatatlanul tönkrementek. Ilyenkor akár már napokkal korábban kihelyeztek mindenféle hulladékot az emberek, és ez a látvány bizony sokak szemét bántotta. A Felsőbácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Jelenleg is rendelkezésére áll a szolgáltatásukat igénylők számára, halomtalanításról van szó. Évente kétszer van lehetősége egy-egy ügyfélnek arra, hogy közvetlenül a háza elől vigyék el a felesleges használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A kisebb méretű anyagokat bezsákolva, kötegelve kell kihelyezni. Csupán a számlán található ügyfél azonosítási számra van szükség a telefonos egyeztetéskor, illetve nem szabad hátralékkal rendelkezni. Bátya, Drágszél, Dunapataj, Dunaszent Benedek, Fajsz, Fogtő, Géderlak, Homokmégy, Kalocsa, Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek és Uszód területéről a következő számon lehet megrendelni a szolgáltatást. 20-as 401 43 03. Veszélyes anyagokat, így például gumiabroncsokat, elektromos eszközöket, növényi és állati hulladékot, építési törmeléket továbbra sem szállítanak el egy-egy ilyen szolgáltatás igénylésekor. A kalocsai hulladékudvarban el lehet helyezni évente egy alkalommal üveghulladékot, elektronikai hulladékot, zöld hulladékot, s veszélyes hulladéknak minősülő, lejárt szavatosságú gyógyszereket, fáradt olajat, használt sütőzsíradékot, elemeket, akkumulátort, festéket előre meghatározott mennyiségben. Hosszú ideje járják az országot, most Kalocsára hoztak borzalmakat. A horror cirkusz megérkezett a városba, és ma estétől egészen vasárnapig minden este szórakoztatni fogja a közönséget. Régebb óta úton vannak az országban, ám nagyjából egy éve képviselik ezt az egyedülálló műsort, mely az interaktív horror. Nagy sikernek örvend a társulat azóta is. Mondhatom, hogy merőben egy új előadásról van szó, abszolút a fiataloknak, illetve felnőtt korosztálynak lett ez megtervezve. Tulajdonképpen járjuk az egész országot, Dunántúlt, Alföldöt, minden városba igyekszünk eljutni, már amennyire ezt az időnk engedi, ugye a márciustól novemberig tartó időintervallum, egy szezon, ugye ezeket a hónapokat teszik ki. Ebben az időben igyekszünk minél több helyre, minél több városba eljutni, és elvinni ennek a horror cirkusznak a hírét. Kraj Edvárd egy nagyon magas színvonalú előadásként jellemezte mindazt, amit a közönségnek nyújtanak, de nem mindig a horror volt a fő vonal, amin mozogtak. Az én családom már nagyon régmúltú cirkuszos dinasztia család, és az 1700-as évek óta cirkusszal foglalkozik, ez így papíron vissza van vezetve nekünk, így a családfa, a Donner család. Tulajdonképpen tavaly alakultunk meg, mint horror cirkusz, illetve hát tavaly előtt ősszel, akkor még csak így tesztelés alatt volt egy-két hónapig, és akkor a tavalyi szezon mondhatjuk, a 2016-os szezonban debütált így szezon elejétől szezon végéig, mint horror cirkusz, és így természetesen a 2017-es év. És meg sem állnak, hiszen már a jövő évi utakat is tervezgetik. De mit takar a cirkusz nevében az interaktív szó? A műsornak az egész koreográfiája úgy épül fel, hogy így egy interaktív műsort tudjunk létrehozni, ami azt mondja magában, hogy a nézőknek is van lehetőségük részt venni bizonyos produkciókban, illetve ő maguk belesodrodnak váratlan eseményekben is. Természetesen nem kötelező részt venni ezekben a produkciókban, lehet ezt külső szemlélőként is nagyon jól szórakozva végignézni. És mint horror cirkusz, ugye mi igyekeztünk úgy fölépíteni a műsort, hogy az ismert horrorfilmek karakterei azért megelevedjenek, és a karakterhez illő produkciókat adjanak elő, amik hozzáteszem, hogy magas színvonalú produkciók, amik már bejárták azért Nyugat-Európát, és akkor most hál' Istennek itt Magyarországon is tudjuk szórakoztatni vele a közönséget. A cirkuszigazgató annyit tesz még hozzá, hogy bár különösebb kikötésük korhatára nincs, de 14 év alattiak csak és kizárólag szülővel vehetnek részt az előadásokon. Október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án este 8 órától tehát horror cirkusz, melyre mindenkit várnak, akinek van elég mersze hozzá.
A regionális utánpótlás központokhoz tartozó alközpontok feladata már az U8-as korosztálytól kezdve, hogy a tehetséges focistáknak edzéseket kell tartani. Így szezononként 5-5 alkalommal bajai edzővel dolgoznak a gyerekek. A Magyar Labdarúgó Szövetség teljesen megreformálta az elmúlt időszakban az utánpótlás képzést. Régiós központokat hoztak létre, amelyekhez alközpontok tartoznak. Így tart bajai edző edzéseket a kalocsai méhecskéknél is. Az országban 12 darab RUK központot hozott létre, ezek a regionális utánpótlás központok, és az alá tartozó alközpontoknak adott egy olyan feladatot, hogy U8-U9-be, illetve U10-U11-be csoportválogatott, illetve tehetségválogatott edzéseket kell tartani, hogy itt a 12-13-14 éves gyerekek, akik már tehetségközpontokban vannak, előkészítve legyenek a munka, és a tehetségközpontok számára az ügyes gyerekeket megtaláljuk. Ezekkel az edzésekkel azokat a korosztályokat célozzák meg, akiket később a tehetségközpontokban szeretnének látni a szakemberek. Két hetente vannak ilyen foglalkozások. A RUK központ, amit leadott az MLS-nek tehetséggondozó programot, abban fél évben 5 edzés szerepel, illetve a tavaszi programban szerepel 5 edzés, és tavasszal szeretnénk azt kialakítani, hogy az U8-U9-es csoportválogatottak egymás ellen játszanak, illetve az U10-U11-es tehetséges gyerekeknek, akik már a központi szinten vannak, nekik viszont nemzetközi mérkőzéseket próbálunk szervezni. Hiszen minél hamarabb felismerik egy-egy kisgyerek különlegességét, annál hamarabb elkezdődhet a célirányos munka. Ezeket a programokat egy német, osztrák, belga mintára mentették át Magyarországra, ott működik, hogy 10 éves korban a tehetséges gyerekek mindig saját egyesületekben vannak, 10-től 14 éves korig próbálják a tehetségközpontok bevonni, és 14 éves kortól viszont a RUK központokba próbálják feladni a gyerekeket. Így én azt mondom, mindenhol a vidéken van egy-két tehetséges gyerek, de a tehetséges gyerek nem a megfelelő programba jövő az edzéssel, illetve nem a tehetséges gyerekkel edz együtt, akkor viszont le fog maradni, el fog maradni. A tehetséges gyerekek ilyen jellegű fejlesztéséhez szükséges a szülő támogatása is. A program még csak most kezdődött, változtatásra, alakításra lehet folyamatosan számítani, hogy tavaszra még jobban működjön. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Adásainkat addig is visszanézhetik a www.kalocsatv.hu weboldalon. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!